Az elfújt a szél Margaret Mitchell sikerregénye a filmvászton 1939-ben elevenedett meg. A történetből balett, opera és musical is született. Az Operett Színház a szolnoki és a szegedi szabadtéri premierjét követően Budapesten mutatja be a musicalt. Háború az szinte feldolgozhatatlan tragédiák és szenvedések által. Az elkényeztetett földes úrlányából egy érett, felelősségteljes nő válik, aki küzd a családjáért, az ültetvényükért, az otthonáért. Régen ugye egy bármilyen háborúról van szó, azért az az emberek életét nagyban megváltoztatta és nagyban befolyásolta mindazt, hogy milyen körülmények között tudtak élni, hogy lehetett fennmaradni egyáltalán, életben maradni ezekben a nehéz helyzetekben és a nehéz napokban. Tulajdonképpen Scarlettnek innentől kezdve van egy fordulópont az életében, hiszen addig minden megvolt neki, addig a papa kislánya volt, meg a mama kislánya, aki tulajdonképpen tényleg mindent megkapott, hogy boldog lehessen. Ugye az egyetlen ember, akit nem lett az övé végül, az az Ashley, ezért is kellett neki folyamatosan az Ashley-ben való boldogságot keresnie. De a háború az tulajdonképpen megismertette Scarlettel az, hogy mi a valós érzelem, milyen az, ha valakit elveszítünk, milyen az, hogyha valakihez nagyon ragaszkodunk, milyen az, hogyha az embert olyan dolgok, tényleg olyan hatások érik, mint az éhség, az, hogy nincs mit enni, nincs hol lakni, nincs kihez forduljon, és tényleg milyen az, amikor egy saját embertársa megtámadja a másikat, és az életét követeli. Úgyhogy szerintem ez nagyon nagyot fordít a Scarlett sorsán, és innentől kezdve nő fel az élethez. Tulajdonképpen az Ashley, ahogy a darab végén egyébként el is hangzik, ez egy eszménykép. Az, hogy az Ashley-ben a Scarlett valójában szerelmese, ezen most is nagyon sokat szoktam gondolkodni. Szerintem addig volt szerelmes, vagy addig vonzódott hozzá, amíg igazán elérhetetlen volt a számára. Szerintem ez még egy ilyen gyerekvágy, egy ilyen gyerekkorban kibontakozott álom, amire nagyon vágyik, hogy megszerezze. Mert neki inkább ami nagyon fontos, hogy rajongjanak érte, a rajongás. És Ashley az egyetlen az emberek közül, ugye a Tara partin lévő fiúk közül, aki egy másik hölgyel érkezik. És neki viszont a Scarlett kis agyában azt gondolta ki, hogy ő majd hozzámegy az Ashleyhez, gyereket szül neki, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Csak hát ugye ez nagyon sok minden befolyásolta, hogy ez a kapcsolat nem jött létre, és hát tulajdonképpen nem az Ashley volt a Scarlettnek szánt nagy ő. Red Butler egy kívülálló, tehát éjszakon bejárt mindent, látta, hogy ott hogy működnek a dolgok, el fogja söpörni délt, lejön délre, ugye itthoni emberként azt mondja, hogy gyerekek, ez így nagyon gyenge, kéne valamit csinálni, mert ez így két nap és vége. És aztán itt látja ezt a hőbörgő délieket, akik fröccsöznek, vagy brandiznek, és ilyen félváról veszik az egészet, és ebből tűnik ki, ebből a csürhéből, hát mondjuk ki. Egyszer csak kitűnik egy lány, egy nő, egy akarat, egy erő, és ez elragadóvá válik. Hogy ez a csaj, ez bármi áron is, de megtartja a szülei által ráhagyott értékeket, a történelmüket, a történetüket, hogy tovább bírja ugye Scarlett, és pontosan ez a túlélési vágy lesz szimpatikus, hogy azért mind a ketten túlélők vagyunk. Aztán ugye, hál' Istennek, vagy sajnos egymásba gabajodunk.
ott kezdtem először is, emlékszem, amikor megkaptam a szövegkönyvet, én először is elolvastam a könyvet. Már olvastam régebben, de újraolvastam ugye mind a két kötetet, megnéztem a filmet, megnéztem a francia változatát, a musicalt, és utána kezdtem tulajdonképpen magamra formálni a karaktert. Ugye próbák folyamán nagyon sok minden rájön az ember, hogy mit, hogy lehet, ennek a szakmának a csinyát, binyát ugye úgy lehet eltanulni, és úgy lehet megtanulni, hogyha az ember minden többet tapasztal a színpadon. Úgyhogy tulajdonképpen ugye a szegedi bemutató óta annyira... Tulajdonképpen nem telt el annyi idő, de az én fejemben sokkal több idő telt el, mert állandóan azon agyaltam és azon gondolkodtam, hogy lehetne még jobban is, és még aprólékosabban kidolgozni ezt a karaktert és ezt a szerepet. És úgy gondolom, hogy nagyon sokat ért bennem Scarlett szerepe. Ennek a szerepnek a sajátossága is, ami nagyon nagy kihívás is, viszont ebben lehet nagyon nagyot debütálni, ebben lehet nagyot domborítani, homorítani, hogy tényleg a szerepív az meglegyen. Tehát ahogy egy 16 éves, 15 éves kislányból, csitriből felnőtt nővé válik a karakter. Tehát ez tényleg olyan volt, hogy a próba folyamat alatt mindig ilyen aprólékosan tudatosítottam magam, hogy most akkor ki vagyok. Most a Hamilton özvegy vagyok, most történt meg a Scarlett és Rhett első csókja, most itt tartok tulajdonképpen jellemfejlődés szempontjából. Ez nagyon fontos, hogy a néző is tudja érezni azt, és tudjuk érzékeltetni azt, hogy tényleg honnan, hová jut el a karakter. Scarlett és Rhett két bonyolult és összetett személyiség, éppen ezért válnak érdekessé mások, de különösen egymás számára. Ugye itt van egy észak-délibb háború, van egy háború Scarlett és Rhett Butler között, ami nagyon fontos, hogy önfeladással jár, vagy más egyéniség megszerzésével. És ebben mind a ketten nyertesek, illetve mind a ketten vesztesek ebben a csatában. Tehát itt már ez egy katalizátor volt, hogy látta elpusztulni az egész milliót, amiből ő ugye megjelent, mint egy tőzsdeügynök, hogy majd ide is befektetek, oda is befektetek, és nem látta az emberi sorsokat. Viszont Scarlett pontosan az a fajta villámhárító volt számára, ahol látta lecsorogni, megvalósulni azokat a képeket, amit ő soha nem tudott volna elképzelni, hogy van a háborúnak nem csak a nyereség része, hanem a szenvedés része is. És pontosan ezért az ellenfélből egyszer csak szeretetté vált a dolog, vagy szerelemmé vált, mindent elsöprővé. Majd ugye Scarlett már túlságosan is lojális volt a saját apja, a Tara, a Föld, a rokonok, a barátokhoz, hogy ezt nem tudtam tolerálni, mert én önmagamat adtam föl miatta, és aztán önmagamért, vagy talán miatta tudtam kimondani neki teljes szerelembe, hogy elhagylak, kedvesem. Tehát ez nagyon összetett valóban, egy nagyon összetett szerep. Mindketten önzőek, ugyanakkor felelősségteljesek és nagy szenvedélyek dúlnak bennük. Felfedezik önmagukat a másikban, és egy nem is torz tükör, egy valóságos tükröt mutatnak egymásnak. Itt pontosan ez a háború, hogy bekavar a dolgokba, és sokkal, sokkal fontosabb az emberi érték megtartása, mint sem az, hogy mit adunk föl ezért. Azt hiszem, tehát hogy az emberi értékeket önmagunkban és a másikban is, hogy valóban azt szerettük, tehát magunkat szeretjük a másikban, vagy pedig az saját értékeit. Szerintem ez egy nagyon fontos, alapvető kérdés az egész darabnak, hogy érdemes-e szélmalomharcot folytatni, még ha annak is tűnik a másikért.